Mint arról korábban szóltunk, 18 új szelektív hulladékszállító autót állított forgalomba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási társulás. A megyében 3,2 milliárd forintos uniós támogatásból újul meg a szilárd hulladék szállítása. Csökkentik a hulladék környezetszennyező képességét, fejlesztik a hulladékrendszert, mechanikai, biológiai előkezelőket telepítenek és új eszközöket szereznek be a több milliárdos beruházásnak köszönhetően. A nyíregyházi telephelyre már mind a 100.240 literes hulladékgyűjtő edény megérkezett, amit jövő héttől kezdenek el kiosztani a lakosság részére. Ez a beruházás közel 240 település, 100.000 lakóját érinti. Az új autók a legmodernebb technológiával gyűjtik és szállítják majd a hulladékot, a szelektív gyűjtés ezután komfortosabb és magasabb színvonalú szolgáltatás lesz, mint az eddigi zsákos megoldás. Nem csak a lakosságnak lesz kedvező a beruházás, de környezetvédelmi szempontból is előnyös a változás. A projekt célja a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, valamint a vegyesen gyűjtött hulladék stabilizálása. A fejlesztések után a megyei hulladékszolgáltatás ugyanolyan szintű lesz, mint az ország bármely más régiójában. És ahogyan mondtam, Eberhard Gábor már itt van velünk a stúdióban, ügyvezető igazgatórat köszöntöm. Köszöntöm Önöket és a nézőket. Ez néhány héttel ezelőtti felvétel volt, amikor az autókat megkapták, és nagy örömmel lehetett azt elmondani, hogy ezek az új autók fogják szállítani a szilárd hulladékot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területén. Ehhez még eszközöket is kaptak, amit ahogyan a tudósításban is elhangzott, a jövő héttől kezdenek kiosztani a települési önkormányzatokhoz, pontosabban eljuttatni. Hogyan fog a családokhoz, a háztartásokhoz eljutni a szelektív gyűjtés? Terveink szerint szeptember 15-től kezdjük meg ezeknek a hulladékgyűjtő edényeknek, kukáknak a kiosztását. Tehát ezt úgy fogjuk megszervezni, hogy innen Nyíregyházáról az adott település önkormányzatához szállítjuk el, és ott az önkormányzat közreműködésével fogjuk az adott lakosoknak ezt átadni használatra. Ez ingyenesen kerül a használatukba, ugyanakkor vállalniuk kell ennek 5 évig a használatát, illetve a sérülésmentes megőrzését is. Egy fontos dolgot viszont el kell mondanunk, hogy körülbelül olyan 100.000 darab hulladékgyűjtő edény van, tehát ezeket azokhoz a családi házas ingatlanokhoz tervezünk kiadni, akik jelenleg díjhátralékkal nem rendelkeznek. Tehát ezzel próbáljuk elősegíteni a szelektív gyűjtést, illetve a lakosságnak növelni a környezeti tudatosságát, illetve a közszolgáltatóval szemben tanúsított tudatosságát. Egyébként mennyire nagy a kint lévősége a cégnek, tehát jellemzője az, hogy díjhátraléka van a családoknak, a háztartásoknak? Igen, jellemző, sajnos ez az utóbbi időszakban több okból növekedett is. Ha egy teljes képet nézünk a cég fennállása óta, amikor valós tevékenységünket mondjuk 2010. januárjában kezdtük meg, a teljes kintlévőség állományunk jelen pillanatban közelíti az 1 milliárd forintot. De a szolgáltatás díja nem emelkedett? Erre ugye én, mint szolgáltató, azt mondanám, hogy sajnos nem emelkedett, tehát a 2012. december 31-es színnél is alacsonyabb díjért szolgáltatjuk jelen pillanatban is a hulladék közszolgáltatást. Díjakról majd még beszélünk egy picit később. Hány településen gyűjtenek már most szelektíven? Gyakorlatilag jogszabály csak ez év január 1-től tette kötelezővé az elkülönített szelektív hulladékgyűjtését, de mi már abban a helyzetben voltunk, hogy ezt már a megye valamennyi településén tavalyi év folyamán is bevezettük. Előtte is voltak olyan települések, ahol ezt már a lakosság használhatta, de 2014-ben már minden településen adott volt ennek a lehetősége, akkor még úgynevezett sárgazsákkal, havi egy alkalommal, most pedig majd itt lesz a lehetőség, hogy merevfalú edénnyel, tehát kukában történjen meg a hulladékok ilyetén összegyűjtése. Ettől ugye azt várhatjuk, hogy mivel ez egy komfortosabb, egyszerűbb megoldás lesz a lakosság részére, várhatóan nagyobb örömmel és éppen ezért nagyobb hatékonysággal fognak ebben részt venni, kvázi nőni fog a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége és a minősége is javulni fog. Azért már a szemléletváltozást lehet látni, főleg a nagyobb városokban. Mit nyerünk ezzel környezetvédelmi szempontból? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a legjobb hulladék az a hulladék, ami nem is keletkezett. De ha már egyszer keletkezett, akkor igyekezzünk annak minél nagyobb részét szelektíven gyűjteni, majd újra hasznosítani. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés arányának növekedésével egy nagyobb mennyiségű olyan anyag áll rendelkezésre, ami anyagában hasznosítható, ugyanakkor a lerakásra kerülő vegyes hulladék mennyisége pedig csökken. Sajnos azért azt látnunk kell, hogy jelen pillanatban alacsonyabb, mint
10% a szelektíven gyűjtött hulladék aránya. Most kifejezetten csak a papírra és a műanyagra gondolok. Nézzük a hulladékszállítást. Most már ezek az autók, amiket megmutattunk az iménti tudósításban, munkába álltak. Így van, múlt héten már volt olyan település, ahol ezek gyűjtötték a szelektív hulladékot. Van-e olyan terület, ahová bekapcsolódik a program, vagy a szolgáltatás újonnan? Új területeink, ahol fővállalkozóként, tehát kijelölt hulladék közszolgáltatóként nem mi lettünk volna már 2014 évben is, olyan nincsenek. Ellenben van olyan település, ahol 2014 évben még alvállalkozó igénybevételével végeztük ezt a feladatot, Nyírbátor településen, de ott már most szeptember 1-től teljes a szolgáltatást Nagyecseri telephelyünkről látjuk el, autókkal és emberekkel is. Hogyha megnézzük a szállítási oldalát, akkor ugye ezek is költségekkel járnak, költségek merülnek föl, terhelhető-e a lakosság, a háztartás újabb díjakkal vagy díjfizetéssel? Én úgy gondolom, hogy ahogy az előbb is elmondtuk, újabb díjak megállapításáról nincs szó. A 2012-es december 31-i színnél is alacsonyabban teljesítünk, és még azt mondom, hogy ezekből a díjakból is ki lehetne hozni a szolgáltatást, ami ugye csak maximum a jelenlegi színvonal fenntartására elegendő, tehát pótlás értéket már nem tudunk így képezni, akkor, hogyha a lakosság teljes mértékben a díjakat befizetné. Erről a programról nagyon sokszor beszélgettünk már, és ugye úgy vezettem föl, hogy a végéhez közeledik az egész szilárd hulladék gazdálkodási program, gyűjtőkörzetenként ismerkedhetett meg a lakosság a program elemeivel. Ez egy több ütemből álló program volt, nagyon sokszor beszéltünk róla, hogyha nagyon röviden kellene összegezni, akkor honnan, hová jutott el a program? Én úgy gondolom, hogy abból az állapotból 2007-ben is még majd, hogy nem az volt a jellemző, hogy egy település, egy szemétdomba település végén vagy a falu határában. Manapság oda jutottunk, hogy három szigetelt hulladéklerakó áll rendelkezésre, hídmérleggel, nagyon komoly adminisztratív és környezetvédelmi feladatok és elvárások betartásával. Szelektív hulladékgyűjtésről akkor még nem is beszélhettünk, azóta ez már megvalósul több településen a zöld hulladék tekintetében, illetve valamennyi településen a papír, műanyag, fémcsomagolási hulladék tekintetében. Én úgy gondolom, hogy ez bármely magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer, tehát bármely településen felveszi a versenyt, bármely településnek a rendszerével. Esetleges tovább lépés a jövőre gyakorlatilag már csak a anyagában történő hasznosítás, tehát a szelektív hulladék hasznosításának magasabb aránya, vagy netalántán az energetikai hasznosítás lehet. Arra is történtek már esetleg előkészítő lépések, de attól még messze vagyunk. Illetve még egy nagyon fontos eleme volt a projektnek, úgymond a régi károknak a felszámolása. A megyében gyakorlatilag 2007-ben 180-190 bezárt hulladéklerakó volt. Ezekből első ütemben 108-nak a rekultivációja történt meg, illetve éppen a napokban, egy-két héttel ezelőtt született meg egy kormányhatározat ennek a projektnek a bővítéséről, aminek az eredményeként még ebben az évben, tehát az elkövetkezendő 2-3 hónapban 23 darab régi hulladéklerakónak a rekultivációja történik meg. Illetve folytatódhat tehát a rekultivációs program rész. A rekultivációnál figyelembe vették azt, hogy területi esélyegyenlőség az biztosított legyen. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Milyen területeken számolták föl a lerakókat elsősorban? Itt elsődlegesen a pályázati kiíráshoz kellett ragaszkodnunk, tehát amiben annak megfelelt, azon kiírási szempontoknak. Két fontos és sarkalatos követelmény volt. Az egyik, hogy önkormányzati tulajdonban álljon az adott terület, illetve kivett minősítésű legyen a terület. Sajnos sok esetben ez okozta a problémákat, ezért van az, hogy gyakorlatilag a 160-ból még egy olyan 20-30 darab jelenleg is rekultiválatlanul maradt. Hát bízunk benne, hogy majd a elkövetkezendő években, a következő programozási időszakban is erre sikerül forrás szerezni. A rekultivált területek újrahasznosítása hogyan történik meg? Gyakorlatilag az újrahasznosítás jelen pillanatban még igen gyerekcipőbe jár Magyarországon, tehát annyi történik meg, hogy ezek zöld felületként funkcionálhatnak, akár még parkként is, ahol nagyobb hulladéklerakóról van szó, külföldön vannak erre példák, nem hiszem, hogy itt kifejezetten a nyílségben lesz, például szánkódomként használják a lerakott, a rekultivált hulladéklerakót. Pedig a családok annak is örülnének. Köszönjük szépen, ügyvezető úr, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.